Veres Márton, a Magyarországi Felsőoktatási Intézmények Hallgatói Önkormányzatai Érdekképviseleti Civil Szervezetének külhoni megbízottja elmondta, hogy tevékenységük két fő részre osztható. Az érdekképviseletre és a szolgáltatói oldalra. A külhoni programnál is ugyanennek a gondolatnak a menetén dolgoznak a határon túli hallgatói szervezetekkel közösen. Próbálunk olyan ügyeket felkarolni, mint mondjuk a Vamadisz-pere az újvidéki karral szemben, vagy például ugye a Szabadkai és az újvidéki karrierirodának az elindítása, tehát hogy egyfajta szolgáltatói segítséget is nyújtsunk a határon túli szervezeteknek, ugye ez egy tudástranszferről szól, másrészt pedig ugye az érdekképviseletet megvalósítsuk határon túl is. Azokat a problémákat, amit mondjuk a PER jelent, tehát hogy egy kisebb térségben beszoruló probléma, az ne szorulhasson be. Azt gondolom, hogy a HÖK támogatása a Vamadisz irányában egy nagyon fontos lépés, és két ilyen erős szervezet esetében abszolút és maximálisan egyetértek ezzel az együttműködéssel, és úgy is gondolom, hogy szükség van egy ilyen együttműködés kialakítására, azon kívül, hogy egy morális segítséget jelent, és a tapasztalatot természetesen a HÖK át tudja adni a Vamadisznak mindenféleképpen más támogatásról is úgy értesültem, hogy ígéretet kaptak. A főszervező elmondta, a Szabad Egyetemnek több mint 80 résztvevője volt. Pont az a különleges a Vajdasági Szabad Egyetemben, hogy nem arról van szó, hogy több ezer fiatal eljön, és akkor bulizik, stb., hanem hogy itt az a 100 ember, aki itt van, velük ténylegesen lehet úgy foglalkozni, hogy olyan értelmiségek legyenek, akik aztán tudnak valamit elérni itt Vajdaságban. Az idei Szabad Egyetemen 15 különböző témájú előadást hallgathattak meg a résztvevők, köztük kerekasztal beszélgetés jellegűeket is. Párhuzamosan folytak a műhely munkák és csapatjátékok is, ami most már igen fontos részét képezi ennek a rendezvénynek.